Mennyire izgul szűk fél órával a kezdés előtt? Gáspár Kornélia a művészeti iskolának az igazgatója. Itt most az összművészeti gálaműsor a reneszánszó napjainkig címet viselő rendezvény előtt. Nagyon-nagyon izgul, és nem csak fél órával a gála kezdés előtt, hanem már hetek óta. Mert ugyanis nagyon nagy a készülődés, ez tényleg egy igazi összművészeti gálaműsor lesz, mert ugyanis művészeti iskola miénk. Ezen a mai gálán is mind a négy művészeti ág képviselteti magát, de még ilyen szoros együttműködés még igazából nem volt így a művészeti ágak között, így a gálaműsor kapcsán. Ugyanis itt az Amerikai Nemzetközi Iskola színház termének a folyosóján a képzősök munkái találhatók kiállítva. Aztán ugye az iskolában már működő kis kamaracsoportokat kibővítettük kisebb kamara együttesekké, és de nem elég, hogy a bővített kamara együttesek muzsikálnak, hanem még táncosokat is hívtunk hozzájuk, és hogy hűek legyünk a műsor címéhez, hogy a reneszánsztól napjainkig tánczene, ebbe minden benne van, tehát a reneszánsz tánctól tényleg a filmzenéig és a tázalon keresztül minden mi szemszájnak ingere. Hány gyerek és hány pedagógus, hány szaktanár vesz részt ennek az esnek a előkészítésében, illetve lebonyolításában? Az előkészítésében és a lebonyolításában is ugyanaz a tantestület vesz részt, mindenki. Tehát mindenki, a háttérmunka, a színpadon levő munka, és majd 150 gyerek, igen. Táncosok, hangszeresek, és hát nagyon kedves régióbarátaink, az Izadora Tánc és Mazsoretta Együttes is elfogadta meghívásunkat, ők is részt vesznek. A művészeti vezetőjük Szabadi Edit, a néptáncosok is, és ők is táncolnak. Ez az éves munkának a összessége, vagy összesítése, vagy pedig külön készültek az év során elvégzett munka és tanulmányok után kifejezetten erre a rendezvényre valamivel? Igen, kifejezetten erre a rendezvényre készültünk minden egyes műsorszámmal. Majdnem minden egyes műsorszámhoz speciális kis együttes jött létre, de komolyan most direkt erre az előadásra. Aztán majd gondolkozunk, hogy ezt megismételjük máshol is, mert tényleg annyi belefektetett munka, öröm és csoda, ami szükségeltetik egy ilyen előadáshoz. Mennyire népszerű ez a rendezvény az önkormányzat dolgozói, a város, a település vezetői, képviselői körében? Azt kell, hogy mondjam, egész Nagykovácsiban nagyon népszerű, és hát sokunknak a hivatalban is vagy voltak korábban idejáró gyerekei, vagy vannak most idejáró gyerekei. Edző úrnak ugye most nem járnak ide a gyerekei, mert már felnőttek, de azt gondolom, hogy ő is várja ezt az élményt, amit nyújtani szokott a zeneiskola, illetve hát a művészeti iskola. Elég nagy a merítés, a reneszánsztól napjainkig hirdeti a plakát. Van-e ebből a sokféle korszakból, stílusból kedvence, vagy melyik a legkedvesebb polgármester asszonynak? Az én szívemhez még azért mindig a magyar népzene az, ami közel áll, illetve maga a néptánc, és ezt egyszerűen olyan élménydúsan tudja előadni a részpatkó, hogy én mindig ezt a részt várom leginkább, de egyébként ennek lesz egy külön gálája is, úgyhogy ott még akkor plusz élvezeteket szerezhetek ezzel kapcsolatosan. Saját tapasztalatából is kérdezem, hogy miért fontos az, hogy a gyerekek valamilyen művészeti ágba gyakorolják magukat, éveken át járjanak el próbára, képezzék magukat, még akkor is, hogyha nem lesznek professzionális képzőművészek vagy táncosok, mit ad hozzá az élethez? Sokkal többrétűbben fejleszti a személyiséget, mint ahogy azt gondolnánk. Egyrészt ugye előhozza a tehetségeket. Én azt vallom, hogy mindenkiben van valami tehetség, csak meg kell találni, hogy melyik terület az. Illetve hát nagyon sok mindent megtanít. Következetességet, szorgalmat, pontos dolgokat. Ami érdekes, hogy azt mondják, hogy a matematikában is segítségére van a gyerekeknek, például a zenetanulás. És azt gondolom, hogy mindenképpen a művészetnek a megismerése, megszeretése, és egyáltalán a művészettel való együttélés, ez egy rendkívül személyiségfejlesztő dolog. Thank you.
Bye.